Az országos bajnokság azért nyúlt a megszokottnál jóval hosszabbra, mert azt a július végi kazanyi világbajnokság programja szerint rendezték, gyakorlatilag percre pontosan lemodellezve a VB-t. Ez volt az úszoda 2014. decemberi nyitása óta a 8. úszóverseny, így a rendezői stáb, a versenybírók is kellő tapasztalattal váratták az eddigi legnagyobb megmérettetést. Szervezés szempontjából azt hiszem, hogy jelesre vizsgáztunk, mindenféle technikai hiba nélkül tudtuk lebonyolítani ezt a versenyt. Ez a közel 100 szervezőnek a dicsérete, én csak néha megjegyeztem, hogy mit, hogy kellene, de tulajdonképpen a versenyzői gárdánk, illetve a versenybírói gárdánk már mindent tudott, nem kellett ehhez külön utasítást adnunk. A FINA versenybírókkal kiválóan együttműködtünk, és a biztonsági szolgálat is rendben tette a dolgát. A verseny házigazdája nem bizonyult túl udvariasnak, hiszen a legtöbb egyéni aranyérmet a győri úszóese elit csoportjának tagjai nyerték. Közülük is Jakabor Zsuzsanna Tarolt 6 aranyat szerzett. A Győrben edző Takács Krisztián 2 aranyéremmel zárt, ráadásul 50 gyorsan a világ idei 5. legjobb eredményét ért el. Balogh Gábor ugyancsak 2 első helyet ünnepelhetett. Mindhárom sportoló ott lesz a világbajnokságon és a riói olimpián is, Jurinovics Fanni pedig az idei EOFON. Az éremtáblázaton a győri úszóese 2. helyen, a ponttáblázaton a 4. helyen végzett.